Mindenkinek jutott mindenről. Elég meleg volt a tea. A kávé is? A kávé, ma reggel egy kicsit. Egy kicsit meleg volt már, amikor érkezett, de hát várj ilyenkor az ember néhány percet, és ennyi az egész, nem több. Urik Teodóra kossuthdíjas táncpedagógus, koreográfus több szerepet játszott már életében. Most is felkérést kapott, hogy Szelecki főorvos bőrébe bújjon, és férfiként viselkedjen a darabban. A színész pályán az a csodálatos, hogy belebújhatunk különböző bőrökbe és karakterekbe, és nyilvánvalóan mindegyik karakterben egy csipet van belőlünk, tehát azt kell tovább fejtegetni. Csodálatos mások bőrébe más belebújni, és más karakterek szerint gondolkodni. Ez nagyon érdekes és nagyon izgalmas. A darab az életünknek az utolsó szakaszáról szól, és ez fájdalmas azért. Rengeteg irónia van benne, de azért szembe kell nézni ezzel mindenkinek, hiszen mindenki megöregszik, és elveszti fiatalságát, elveszti szépségét, elveszti a gondolkodásának a gyorsaságát akár. Tehát nagyon érdekes a darabban a különböző karakterek, különböző viselkedésformák, hogy lesz ebből összetűzés, hogy lesz ebből béke, hogy van ebből barátság. Szemérmetlenül, szemtelen, szerint személynek, aki még egyszer elnézést kérni, megérinti, megfogja, vagy megmarkolja Angélát, Ecikét, Kicikét. Angéla, Ecikét! Aki se! Bőti Zorán egy alsó végtagbéna művész, aki leesett egy erkély jelenet során a második emeletről, és gerincsérülése lett. Nagy kihívás Gulyás Dénes, kossuthdíjas operaénekes, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója számára ez a prózai szerep. Nagyon készült rá. Én tanultam, dolgoztam, két példányt tanultam rongyosra, jegyzeteltem rongyosra, ezzel keltem, ezzel feküdtem. A szöveg nagyon izgalmas, mert nem olyan fajta párbeszéd, amit megszoktunk sok darabban, hogy logikusan beszélnek az egyik, egy reakcióra mond valamit, vagy van egy jelenet, hanem itt így összeölelkeznek az emberek, a személyiségek, a történetek, mindenki benne van a maga kis tornyában, elefántsor tornyában, nehezen nem nagyon száll ki belőle, és elhangzanak olyan mondatok, bekezdések, amik egyáltalán nem arról szólnak, mint amit nekem arra reagálni kell, hanem vissza kell emlékezni arra, hogy 4-5 bekezdéssel előbb mit mondtam, és ahhoz csatlakozni, és ez egy másfajta tanulás. Tehát ez ebből a szempontból nehéz volt, és meg abból is, hogy egy muzsikus, aki éppen 50 éve, én 17 évesen kezdtem a hivatásos énekességet, és 50 évig úgy tanultam meg mindent, hogy vezetett a zene, mint egy zseniális póráz, és nem tévedtem soha, soha nem tévedtem. Tehát a zene az mindig oda vezetett, hogy mi a végszó, mi a hang, azt hogy kell magamból kiadni, és ebből a szempontból egy komplexebb, egyszerűbb, jobban vezérelt tanulási módszer, mint az, hogy reagálok valamire, ami abszolút nem kapcsolódik az előző elhangzott mondathoz. Tehát ez egy olyan plusz koncentráció volt nekem, amiben beleizzadtam azért sokszor. De viszont azt nekem, hogy mondjam, hogy borzasztóan izgalmas, és egy nagyon számomra egy olyan ajándék az, hogy így öregkorom hajnalán, 67-8. Évesen elkezdhetek valami újat, vagy ha nem is tudom, hogy ez kezdése, vagy lesz folytatás, vagy sem, de csinálhatok valamit, ami új. Engem minden érdekel, ami művészet, ami zene, ami festészet, ami színház, ami tánc, ami építészet, és mindenből megpróbálok valamit magamba szívni, hogy aztán a következő alkalom az valamilyen módon ki is jöjjön. A túlélésünk múlik ezen az egész földi, az egész világ. Én felelek a maguk szépségéért, épségéért is. Telihály Péter rendezi a darabot, először dolgozik Sárosi István íróval. A Pécsi Nemzeti Színház kérte fel a közös feladatra. A két tehetség számára nem okozott gondot a közös munka, az együttgondolkodás. Az első szakmája dramaturg, a rendezés a második helyen áll, de azt mondja, egy új magyar darab megrendezése mindig csemege számára. Ez az ősbemutató pedig különösen az. De az előadás inkább azt tükröz, hogy az én számomra hogyan szólal meg a darab, és hogy bennem milyen milyen személyes allúziókat keltett, melyek azok az elemek, amelyeken keresztül én tudok megnyilvánulni, vagy én tudtam hitelesen közölni valamit a közönséggel. Úgyhogy az előadás ezt a finom
súlyozást megteszi, ezeket nem még Shakespeare is így csinált, tehát a saját műveit simán kidobta, hogyha nem tetszett neki a jelenet. Ez számtalan darab van, ami különböző generációkról szól, tehát hogy egy generációs problémát jelenít meg. Sokszor inkább fiatalok, mondjuk én a Romeo és Julia, de előfordul, hogy idősek problémája, például ilyenek a macska játéka. És ez a darab, az István darabjában vannak olyan elemek, amelyek a macskajátékra hajaznak. Ami az egyik legizgalmasabb benne, az talán maga az abszurdhoz való költői viszony. Mármint az István szövegében. Illetve az öregkori szerelmekhez, az öregkorthoz, mint traumához való viszony. Ugye nagyon nehéz dolog, mert az ember minden korát egyszer tudja megtanulni, nincs replika, ahogy a Kundera mondja. De mégis valahogy az öregkorra is föl lehet készülni, és még akkor is azt mondja az ember, hogy amikor elkezdi magán észrevenni a jeleket, az mégiscsak traumatikus, valamilyen trauma. Valaki buddhista módon rezignáltan veszi tudomásul, van, aki ezt tragikusan éli meg, vagy van, aki rendkívül komikusan. Ez itt is így van. És ez a tanulási folyamat ennek a darabnak fontos eleme, vagy ez a traumakezelési attitűd ennek a darabnak fontos dramaturgiai eleme, hogy ezek az emberek hogyan, milyen viszonyban vannak a halállal elsősorban, és milyen viszonyban vannak a saját öregedésükkel, vagy öregségükkel adott esetben. Hát, ha másképp nem lenne, én így is örülök, és hálát adok a teremtőnek. Panaszt fogok tenni, igenis panaszt, ez már a sokadik eset. Csendet kérek a folyosón, jobb oldalt hoz nekem, mint meghozzam, ezerszer jobb oldalt, tíznál rólad jobb oldalt, vagy így és A darab megírásának motivációja, vagy ahogy a szerző Sáros István pécsi író mondja, ősmorzsája évtizedekre nyúlik vissza. Volt Pécsen egy nagyon magas tudású tisztelendő atya, aki rendkívül komoly konferencia beszédsorozatokat tartott, és így egyszer az öregekről is beszélt, és nagyon érdekes megjegyzést tett, ami számomra azóta kihívásként élt. Azt mondja, soha nem tudunk hiteles véleményt formálni az időskorról, mert amikor már ott vagyunk, már azt nem tudjuk megírni. Viszont amíg nem vagyunk, addig nem azt érjük meg, csak bele gondoljuk, hogy hát ha. Ez volt egy kihívás, amit végül is mindig is évtizedek óta éreztem, hogy erre valahogy felelnem kell. Tehát ez a témaválasztásban egy nagyon fontos motiváció volt. Ennek kapcsán még hozzá kell tennem, hogy számos családtag, vagy pont egy legjobb barátom édesanyja ugyancsak szeretett otthonban élte az életének utolsó éveit, és nagyon sok személyes tapasztalatot is szereztem. Egyébként Vidákovics Antalról van szó, és az ő édesanyjáról. Én édesanyám nagymamám is sorolhatnám, úgyhogy rendkívül sok személyes élményt, és így kezdtem megalkotni a különböző egyéniségeket, a szereplőket, ami rendkívül élvezet volt. Tulajdonképpen nem is volt még darab, úgymond, de a figurák, a karakterek, azok rendkívül élesen éltek bennem. Ez volt az első, illetve most már a második mechanizmus, ami elindított ezen a munkán, és aztán az évek folyamán állt össze, hogy egy történetre fölfűzve ezen élet történeteket, hogyan élik meg a különböző reakciójukat, egymáshoz való viszonyaikat, a nőkhöz való viszonyukat, érzelmeiket, indulataikat, a múltjukkal való szembesülést, és így született meg végül is az, ami kiadás előtt is áll, illetve most bemutatva. Mint hallhattuk, az otthon édesokról megírt történet a színházi és bemutatót követően idén még könyvformájában is napvilágot lát. Akkor ne beszéljek! Meg az a sok tetkó rajta? Nem is sok! Kettő! Kettő? Már amit lát? Még a túlvilágot sem merném ilyen könnyelően emlegetni tanárul, és a szellemekkel főleg sokkal óvatosabb.